Felháborítónak tartja a Demokratikus Koalíció 10. kerületi polgármester jelöltje azt, ami a Kőbányai Teniszakadémia körül történik. Élő Norbert arra reagált, hogy a teniszpályára nem jutott be a mentő, mert valaki önkényesen hatalmas betontömbökkel eltorlaszolta a bejárathoz vezető autóutat, és a napokban feltehetően a mentő akadályoztatása miatt is elhunyt egy férfi, aki szívrohamot kapott. Vigyék el ezeket a betontömböket, senki nem tett semmit. Akkor mit lehet most tenni, hogyha a levelezgetés hiába való? Most ugye elvitte ennek a teniszklubnak a tulajdonosan a betonokat, csak hát ugye ne kerüljön vissza. Én júniusban szóltam, akkor elvitték, majd utána visszahozták két nap múlva. Most megint, most hál' Istennek be lehet jutni, de hát őriztetni kell a teniszklub tulajdonosan, őriztetni, hogy ne vigyék vissza a betontömböket. Én azt gondolom, hogy itt az önkormányzatnak kell intézkednie, vagy egy edzőnek kell birtokvédelmet nyújtani a teniszakadémiának, tehát ez így nem működhet, az biztos.